2019 év végén kezdődött az a két éves program, amelynek szerdán tartották a nyitó konferenciáját a Megyeházán. Ennek célja, hogy az élet különböző területein dolgozó szakemberek, akik kapcsolatba kerülhetnek fogyatékkal élő gyerekekkel, minden helyzetben tudják, hogy mi a teendőjük és milyen lehetőségeik vannak a különböző együttműködésekre. A mai előadások is pontosan ezt a célt szolgálják, hogy legyen lehetőség arra egyrészt ugye az érzékenyítésre, hogy a társadalom befogadását azt minél jobban szélesítsük a fogyatékkal élőkkel szemben. Másrészt pedig valóban, amit már említettem, a best practice, a jó gyakorlatoknak a megvalósítására, mert azt hiszem, hogy a legtöbbet a szakemberek is akkor tudnak tanulni, hogyha ezekkel szembesülnek, illetve hogyha közvetlenül tudják azokat a gyakorlatokat egymással is megvitatni, amelyek előre vihetik a fogyatékkal élőknek a lehetőségeit itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Kárpátalján a határon túl is. Erre az érzékenyítésre pedig szükség van, hiszen rengeteg gyermek szorul segítségre. A vele született rendellenességeken túl vannak olyan esetek, amikor csak a gyermek egy-másfél éves kora körül derül ki a fogyatékosság. Ilyen lehet a rossz látás, hallás vagy a megszokottól eltérő mozgáskoordináció. Ezekre a jelekre érdemes minél hamarabb felfigyelni. Én azt gondolom, hogy a megyében is és országosan is az látható, hogy szinte minden harmadik gyereknél van valami, amivel lehet foglalkozni egy fejlesztő pedagógusnak. Persze ugye ez nagyon eltérő mértékű, hogy kinél mi. Van, akinek elég egy pár hónapos rásegítés, van, akinek viszont akár mondjuk el kell kezdeni mondjuk a fejlesztésben való részvételt. Azt mondhatjuk, hogy ez egy európai trend is, hogy nagyjából az 5-10% a társadalomnak valamilyen fogyatékossággal él. Ez a gyerekeknél inkább az 5%, és hát felnőtt körben jönnek hozzá egyéb dolgok. Az 1 millió eurós Európai Uniós támogatásból közel 300 ezer euró a Beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálat munkáját fogja segíteni. Nekik már többször volt határon átnyúló programjuk valamilyen nyíregyházi szervezettel. Most a gyermekek szakszerű fejlesztésére fókuszálnak, amely gyerekcipőben jár a térségben. Szerintem mindenhol hiány van szakemberekből. Kárpátalján ez fokozottan érezhető, hisz például olyan, mint konduktor, ami Magyarországon teljesen ismert és elismert szakma, egyáltalán nem létezik, mint fogalom sem Kárpátalján, sőt Ukrajnában. Úgyhogy rengeteg a munkaerőhiány, főleg a gyermekek fejlesztésénél, hisz ez nem egy olyan nagyon fizetett munkahely, ahova szívesen jönnek az emberek dolgozni. A tudástranszfer mellett eszközbeszerzés is megvalósul a program során, mind Beregszászon, mind Nyíregyházán, hangzott el a Megyeházán szervezett szerdai nyitó konferencián.